nevem Budainé Orosz Réka, és a keddesti webkonferencia háziasszonyaként üdvözlök mindenkit Óperenciás tengeren túl, és Óperenciás tengeren innen. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen szép számban vagyunk jelen ebben az interkontinentális és virtuális webkonferencia teremben. Külön örülök annak, hogy a világ minden tájáról hallgatnak bennünket, és szeretnék stílszerűen köszönni mindenkinek. Tehát szép estét, Kárpát-medence, jó reggelt, Amerika, Ausztrália, és kellemes délutánt, Amerika és Kanada. Kicsit belezavarodtam, mert teljes mértékben meghat engem az, hogy valaki korán kell azért, hogy velünk kezdje a napot, és mindenkinek köszönöm, akiknek a mai este a germán gyógytudományról, illetve a keddesti webkonferenciáról szól. A mai témánk a menopauza tünetei a germán gyógytudomány értelmezésével, és ahogyan a borítón is lehetett látni, az a kitekert rúzs egy előjelzés arra, hogy zömében a hölgyeknek kedvez ma karesz, de azt elárulom, hogy műhelytitokként, hogy pár szót azért az urak hormonális változásáról is szólni fog. De mi is az a menopauza? Nagyon gyakran a menopauzát, a változó kort betegségként fogjuk fel tévesen. Szeretném, hogyha a hallgatóink tudnák azt, hogy a változó korban ugyan gyakrabban jelennek meg tünetek, de ezek a tünetek, mint alvászavar, vagy hangulatzavarok, a csontritkulás, a fogak elvesztése, a vaginális diszkomfort, vagy a vagina szárassága, hüvelyszárassága, vizelettartási nehézségek nem a hormonális változás következményei, nem kötelező tünetei, ezek más és más programok miatt vannak jelen, és fontos lenne tisztázni, hogy milyen az optimális a biológiai menopauza, mivel jár, mi történik ilyenkor a női szervezetben, és mindazt, amit az akadémikus hozzáállás, illetve a különböző televíziók, csatornáin állandóan futó reklámok belénk szajkoznak, az mennyire téves, mennyire helytelen gondolkodásra utal. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a biológiánk minden esetben nem ellenünk, hanem értünk dolgozik, ahhoz nem kellene más tenni, mint megismerni, megérteni a germán gyógytudomány alapjait, az öt természettörvényt. Ezért szokásunkhoz híven a ma este a webkonferenciát szintén az öt természettörvénnyel kezdjük. Nagyon gyakran erről feledkezünk meg, ez a legeslegfontosabb, amit tudni kellene, és én azt hiszem, hogy ezt nem lehet eleget végighallgatni, ráadásul én már nagyon régóta webkonferencia függő vagyok, és minden dr. Budai képzésen jelen vagyok, még kétszer ugyanúgy nem sikerült elmondania, és nem azért, mert folyamatosan minden webkonferenciára külön felkészül, hanem azért, mert próbálja elmondani azt is, hogy hogyan lehet ezt megérteni még egyszerűbben, még jobban és még mélyebbre tudnánk ezeket az információkat eltárolni. Nagyon fontos ismerni tehát a germán gyógytudományt, felfedezni azt, hogy milyenek a gyakorlati haszna, rengeteg anyagot találnak meg a KARESZ weboldalán is, a DR Budai kötőjel germángyógytudomány.hu weblapon, illetve folyamatosan tart személyesen is bemutató előadásokat az öt természettörvényről, azok megint egy másféle megközelítésben mutatják meg ezeket a törvényeket. Hogy miért fontos ezt tudni, hiszen ha tudjuk, hogy mindennek egy oka van, akkor a menopauza tüneteit is a helyén tudjuk kezelni és értékelni. Hogy mit jelent a germán gyógytudomány értelmezésével a menopauza tüneteinek háttere, erről fogunk ma egy fantasztikus előadást hallani, és kérem otthon mindenki, fogadja nagy tapsal dr. Budai László Károly. Karesz fiéd a szó, én itthon tapsolok. Köszönöm szépen ezt a gyönyörű bevezetőt, Réka, és főleg az, hogy kiemelted, hogy a germán gyógytudomány öt biológiai természettörvényének az ismerete
elengedhetetlen feltétele annak, hogy megértsük azt is, amiről ma este szó lesz. Ugyanis, ha nem vagyunk tisztában az alapokkal, akkor mondhatok én bármit, az pusztába kiáltott szó lesz. És természetesen azért nincs két egyforma természettörvény bemutató, mert mindig kötöm a mondandómat ahhoz, ami valójában a témája az adott előadásnak. Tehát a természettörvények bemutatásában azért ezek az apróságok is belekerülnek, és ettől lesz az egész érdekesebb. Nos, amint azt már bevezetőben hallottuk, a menopauza nem betegség, az kérem szépen egy más állapot, de nem az a bizonyos más állapot, amitől egy fiatal lány megijed, ha véletlenül kimarad a menzesze. Szóval itt is kimarad a menzesz, de ez egy másfajta állapotot fog okozni, és természetesen itt a hormonális változásnak lesznek következményei, de el kell mondjam, hogy természetes következményei, és meg kell nyugtassak minden hölgyet, hogy akinek nincsenek menopauzás tünetei, azok teljesen szabályosan, biológiailag, normálisan mennek át ebbe a megváltozott állapotba. Mert hogy ez lenne a normális. Egy tanfolyamon kérdezte tőlem valaki, hogy neki semmilyen tünete nincs, ez akkor valami probléma? Mondtam, hogy nem, ez a normális. Nos, de hogy miért alakulnak ki különböző tünetek, és ezekkel mit tudunk kezdeni, hogy tudjuk megoldani, mert gondolom azért az is lényeges. Csapjunk bele az öt természettörvénybe, és természetesen Hammer doktor személyével kell kezdeni, aki az a fantasztikus kolléga, tehát orvos, aki teológiából és fizikából is ismereteket szerzett, valamint egy fantasztikus kutató, feltaláló zseni, több találmánya után ugye megkapja a jogdíjakat, és ez biztosítja számára és a családja számára a biztos megélhetést. Ekkor döntenek úgy, hogy a pénzért való gyógyítás helyett a szegény beteg embereknek a segítésével fognak foglalkozni. Ezt Olaszországban akarták megoldani 1976-ban. Minden ment a tervek szerint, Hammer doktor, orvos felesége és 4 gyereke kitelepednek, de 1978-ban minden addigi álom és terv gyakorlatilag megvalósíthatatlanná válik. Ugyanis 78. augusztus 18-án Hammer doktor második gyerekét, Dirk Hammert, két halálos lövés találja el, miközben ő mélyen alszik egy csónakban, egy kikötőben, Kávaló sziget kikötőjében, míg a barátok bent szórakozó helyen vannak. Neki nem volt kedve aznap este bulizni, hogy így mondjam, kint maradt a csónakban pihenni, csak hogy éjjel 3-kor a savoyai herceg, az olasz trónörökös, Emmanuel tök részegen 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti, amikor is a lövések a csónak falán keresztül a Hammer doktor fiát, Dirk Hammert eltalálják. És ez a nap a legsötétebb éjszakája volt Hammer doktornak, 78. augusztus 18-a. Ezután 111 napig küzd Hammer doktor a gyermekének, Dirk Hammernek a megmentéseért, de december 7-én meghal a karjai között. 2 hónap múlva, már 79. februárjában vagyunk, Hammer doktornak hereddaganatot állapítanak meg, ő is megállapítja természetesen. Belemegy az akkor felajánlott műtéti kezelésbe, de kemó és sugárkezelést nem vállal, és gyakorlatilag a kollégák 1% túlélési esélyt adtak számára, de Hammer doktor felépül, és amikor már 1981-ben egy Münchenhez tartozó nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, akkor kérem szépen ez a csodálatos ember felteszi a kérdéseit a betegeknek, akik ugye ott daganatos betegekként vannak jelen, hogy az ő életükben történt-e valami váratlan esemény, valami megrázó élmény, amire úgy emlékeznek, mintha tegnap történt volna, mielőtt a daganat megjelent volna. Tehát azt kereste, hogy van-e valami kapcsolat a lelki megrázkodtatás és a kialakult daganat között.
Természetesen mind a 200 megkérdezett betegnél a válasz igenlő volt, és ebből adódik, hogy Hammer doktor a kutatásait rendszerezve 81 őszén bejelenti a rák vastörvénye felfedezését, amikor még ugyanis nem tudja, hogy további 4 törvényt fog felfedezni, ez az első biológiai természettörvény lesz. Ebben összefoglalja a Dirkheimer szindrómát, vagyis azokat a feltételeket, ismérveket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy daganatos elváltozás elinduljon a szervezetünkben. A DHS halott fiáról, Dirkheimerről kapta a nevét, ugyanis a halott fia álmában megjelenik és biztatja az apját a kutatásokra, mert jó nyomon jár, és mikor mindenre rájön, akkor természetesen ismét megjelenik, mosolyog és megdicséri az apját. Nos, mi is ez a DHS? Mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkodtatásról van szó, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen tör ránk, mint derült égből a villámcsapás, és benne maradunk a félelemben, benne maradunk a konfliktusban, és ezt nagyon magányosan éljük meg, elszigetelten. Nos, ez 5 feltétel, de van 2, ami csak rajtunk áll. Mégpedig az, hogy meddig maradunk benne egy félelemben, egy konfliktus helyzetben, és mennyire magányosan éljük ezt meg. Mert ha ez a 2 tényező nem teljesül, akkor akármilyen váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás történt ma is velünk, ez nem fog egy biológiai programot elindítani, egy értelmes biológiai különprogramot, hanem le tudjuk zárni békével, érzelmileg megfordítva, tehát megbocsátással, elengedéssel, empátiával elengedjük a mai nap összes kellemetlen történését, akkor ennek nem lesz hosszú távú szervi elváltozása. Ugyanis ezek a fel nem oldott érzelmi megrázkodtatások, amit magyarul lelki megrázkodtatásnak nevezünk, de semmi köze nincs a nagybetűs lélekhez. Tehát ezek a lelki megrázkodtatások az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást. Ez egy fantasztikus felfedezés, egy paradigmaváltás a medicinában, és vagyis a gondolkodásnak a teljes megváltozását, megváltoztatását jelenti, és ebben a gondolkodásban fogjuk tudni csak megérteni azt, hogy mi is történik a szervezetünkben valójában. A konfliktus pillanatában ne feledjük, hogy a sinek, vagyis az emlékeztető körülmények azok rögzülni fognak, az is a túlélésünket szolgálja természetesen, és hogyha nincs érzelmileg feloldva egy konfliktus, akkor bizony a minden újabb megrázkódtatás nélkül csupán a sinek jelenléteiben ezek a programok újra elindulnak. Tehát ezért lesznek visszatérő tüneteink, vagy krónikus betegségeink, vagy mindenféle elnevezéssel illetett biológiai programjaink. Rá fogunk jönni, hogy ezek az értelmes biológiai különprogramok azért értelmesek, mert mindig a túlélésünkről és a faj fenntartásáról szólnak, és különben nem indulnak el, csak ha mi elindítjuk. De mi is ez a félelem? Mi is ez a DHS, ez a drámai, hirtelen, váratlanul, nagyon súlyosan megérintő konfliktus? Arról szól, hogy valójában a biológiánk ijedt meg. Igen, biológiai szinten történik egy olyan meglepetésszerű fordulat az életünkben, ami veszélyként él meg a szervezetünk, veszélyként, ami veszélyezteti a túlélést, veszélyezteti a faj fenntartást, és ennek következtében természetesen az okos agyunkkal mi rögtön asszociálunk rá 1, 2, 3, 4, 5, 12 gondolatot, és pontosan ennyi programot fogunk elindítani. Tehát adott egy félelem, hozzá egy negatív gondolat, és elindítok több biológiai programot is a szervezetemben, egyetlen konfliktushoz kötötten is, mert vagyunk olyan intelligensek. A megoldásban csak annyit szeretnék szóvá tenni, hogy a megoldás ugyanezen a sémán van, csak éppen nem félelmet és nem negatív gondolatot, hanem ennek a fordítottját kéne tartósan magunkban megélni ahhoz,
hogy ezeket a dolgokat helyére tudjuk tenni. De természetesen megoldási kulcsokról van szó egy egész napon keresztül, egy háromnapos képzésen, akit érdekel, hogy hogyan tudna úgy élni, hogy a félelemben 2 percnél tovább ne maradjon benne, akkor az egyszer eljön egy ilyen háromnapos képzésre. Mai napon már kitettük, hogy hol és mikor lesz képzés. Szóval az első természettörvény, a rákvas törvényének a súlya a legnagyobb, mert ha itt megfogjuk magát a történetet, akkor a többi 4 természettörvény gyakorlatilag már nem is kéne ismerjük. Ehhez csak annyit kellene tegyünk, hogy nem múljék el nap a te haragoddal. Zárjuk le érzelmileg minden napunkat, mégpedig pozitív érzelmekkel. És ez a megoldás az, ami eltünteti a sineket, amelyek szoktam mondani, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok már a fejünkben. Egyis nem a sinek ellen kell küzdenünk, a sinek csak azt mutatják meg, hogy milyen körülmények közt éltem még én meg egy konfliktus, amit még mindig nem oldottam meg. Tehát hálásak kell legyünk a sineknek, és ezek segítségével rádöbbenni arra, hogy mi az a program, amit még meg kellene oldanunk. Nos, azt hiszem, hogy az első természettörvénynek az ismerete az mindenkit elgondolkodtat, de előre szólok, hogy mindaz, amiről beszélek, nem ezotéria, hanem kőkemény tudomány, és ennek az alapjait meg fogjuk találni a következő történetekben, a következő törvényekben. Van 2 lényeges dolog, amit viszont jó lesz megjegyezni, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, vagyis soha nem a cselekmény számít, hanem az, hogy én, mint aki megéltem a konfliktust, abban a pillanatban mit éltem át, és mivel ezt csak én tudom egyedül, hogy mit éltem át, ebből adódik, hogy nélkülem a betegségem nem oldható meg. Csak a beteg tudja elmondani a saját megélését, az összes megélését, és így fogunk tudni rajta segíteni, ha először is mindenki őszinte lesz önmagához. Mert vannak dolgok, amelyeket még önmagunknak is nehéz beismerni. Csak hogy a biológia soha nem hazudik. Hajszálpontos. Biológiai választ kapunk mindenre, amit mi érzelmileg még mindig nem oldottunk föl. Tehát itt kezdődik az első lépésben, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz. Ha vannak tüneteink, akkor azt jelenti, hogy valami még nincs rendben. A második természettörvényben, Hammer doktor felfedi azt, hogy hogyan zajlik le egy ilyen értelmes biológiai különprogram, és kiderül a második törvényben, hogy 2 fázisról beszélünk. Van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis az értelmes biológiai különprogramban. A konfliktus aktív fázis tehát a DHS indítja el, és addig tart, amíg a KM, vagyis a konfliktus megoldása meg nem történik. A konfliktus aktív fázis alatt ugye minden lélek-agyszerv szinten történik, a lelki megrázkódás becsapódik annak természete, témája szerint az agynak bizonyos részében, de ott, amint itt látjuk, körkörös gyűrűk fognak létrejönni, ha, és csak akkor látható, ha kontrasztanyag nélküli CT-felvételt csinálunk a koponyalappal párhuzamosan. Tehát amikor ilyen képet látunk, akkor az azt jelenti, hogy valaki konfliktus aktív fázisban van. De kell ehhez CT-t csinálni? Valaki nincs tisztában azzal, hogy van valami félelme? Van valami megoldatlan ügye, ami még mindig rágódik, amitől nem tud elaludni, amitől éjjel álmában is felébred, és még mindig zakatol a zagya? Kell ehhez CT, vagy mindenki volt már stresszes állapotban az életében? Mert akárhányszor stresszes helyzetben vagyunk, tehát amikor ilyen módon zakatol az agyunk, akkor a Hammeri Goetz-nak a konfliktus aktív fázisára jellemző képe már a CT felvételen ott lesz. Szóval megint csak arra tudok visszautalni, hogy légy őszinte önmagadhoz. Igen, ismerjük el, hogy van egy olyan dolog, ami hát nem szép dolog, de engem még mindig, de mindig bánt.
És ezek a még mindig bánt történetek, ezek többnyire a szexuálisan megélt konfliktusok, amelyeket nem tudunk megoldani. És meglátjuk, hogy ezeknek milyen hosszú távú következményei lesznek az életünkben, legyünk férfiak vagy nők. Mert ugye a két félelem, ami miatt a biológia elindítja a túlélési programot, az a túlélés és a faj fenntartása. És mit gondolunk, melyik az erősebb? Most elárulom, hogy a faj fenntartási ösztön az erősebb az élet ösztönnél, tehát mindazt, amit a szexualitásban megéltünk konfliktusként, azok súlyosabban hatnak ránk, és erősebben, mint az összes többi konfliktus. A konfliktus aktív fázisban tehát a kérdés az, hogy mikor oldjuk föl a konfliktust. Mert addig a zaklatott idegállapot jelen lesz, és kattog a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk is. Nyugodjunk meg, hogy a tinédzsereknek is van magas vérnyomása, mégpedig a szisztolés típusú magas vérnyomás. Ezt be lehet mérni ABPM-mel, 24 órás vérnyomás mérővel, de ezt általában az orvostudomány a hormonális változásnak tulajdonítja be, holott ne legyünk, hát hogy is mondjam, ne dugjuk a fejünket már a homokba. A tinédzser korunkban rengeteg konfliktust megéltünk, és ki így, ki úgy feloldotta, nem oldotta, a következmények azok jöttek. Tehát igen, magas a vérnyomás, emelkedik a pulzusszám, akkor is, ha fiatalok vagyunk, akkor is, ha gyerekek vagyunk. A germán gyógytudomány egyformán vonatkozik gyerekekre, tinédzserekre, felnőttekre, idősekre, és mindenféle bőrszínű vagy vallású emberekre. Pontosan ez benne a gyönyörű, hogy nincsenek kivételek. Itt, ha valami megtörténik, akkor 100%-osan megtörténik, ha nem történik, akkor nem történik. Lefordíthatom úgy is, ha nincs konfliktus, nincs betegség. A konfliktus megoldása lesz az a pillanat, amikor a biológiánk átkapcsol a megoldásban. A konfliktus aktív fázis biológiai válaszainak a megoldására. Ugyanis már a konfliktus aktív fázisban kapunk biológiai szinten egy segítséget, amit a harmadik természettörvényben részletezünk. Nyilvánvaló, hogy némi változtatás a szervezetünkben történik, és ezek helyretétele fog gyulladásos tüneteket okozni. A konfliktus aktív fázisban hideg a kezünk, hideg a lábunk, a megoldást követően viszont kimelegszünk. Nem csak a kezünk, lábunk lesz meleg, hanem lázasak is lehetünk, vagy éppenséggel. Igen, meleg lesz az adott testrész, ahol a gyulladásos folyamok zajlanak. Duzzat is minden gyulladás során az adott testrész, sőt a felszínen piros. A fájdalom az természetes kísérője minden gyógyulásnak, még egyszer mondom, a fájdalom természetes kísérője minden gyógyulásnak. Tehát itt a fájdalom megélése az nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire fog ez fájni. Ha megnézzük a terápiákról szóló webkonferencia előadásokat, akkor tudhatjuk, hogy miről van itt valójában szó. És mivel minden lélek-agyszer szinten történik, nézzük meg, mi is történik az agyban. Itt van a második CT felvételen, már ott ödéma fog kialakulni, vagyis a duzzanat nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megtörténik. Ez fogja a fejfájást okozni. De hál' Istennek nem marad így, mert jön az exudatív fázis, középen az a felfelé mutató meredek nyíl. Nos, ez azt a célt szolgálja, hogy az agyi központból, a reléből a víz kipréselődjön, és legelőször is az agyi relé jöjjön helyre. A víz kipréselődik szervi szinten is, ami azt jelenti, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Ugyanakkor az epileptoid krízisben lesznek a legzajosabb tüneteink, életveszélyes helyzetek is kialakulhatnak az esetek 20%-ában, tehát nem biztos, hogy otthon a nappaliban meg fogunk tudni oldani egy tüdőembóliát vagy egy szívinfarktust. Nagyon lényeges lenne, hogy idáig ne jussunk el, nagyon lényeges lenne visszatérni a DHS-hez és lezárni a napjainkat békével. Nos, az epileptoid krízis után jön a hegesedési fázis, ahol megint csak meleg tüneteink lesznek, és már jó az étvágyunk,
Már jó a hangulatunk, de iszonyúan fáradtak vagyunk, és lehet, hogy segítségre szorulunk a táplálkozásunkat, vagy éppenséggel a biológiai szükségleteinknek az elvégzésében. Nagyon lényeges tudnunk, hogy milyen tünetek jelentkeznek az értelmes biológiai különprogram során, mert akkor már nem ijedek meg a fájdalomtól, a gyulladástól, az erőtlenségtől, hanem tudom, hogy hol tartok, és nem teszek olyat, ami megakadályozná a gyógyulásomnak a befejeződését. Mint mondtam, Hammer doktor megtalálta a tudományos alapjait mindannak, amit állít, mégpedig az embriológiában, az egyetfejlődésben, amiből minden orvostan hallgató vizsgázott az anatómiával párhuzamosan, vagyis arról a 9 hónapról van szó, amit eltöltöttünk a megtermékenyítés pillanatától egészen a megszületésünkig az anyaméhen belül. Ugye mindannyian tudjuk, hogy egyetlen megtermékenyített petesejtből alakult ki minden sejtünk, minden szövetünk, és akkor a túlélés érdekében mit tud csinálni a testünk, a biológiánk? Hát nyilván vagy sejteket szaporít, vagy sejteket sorvaszt, vagy működést változtat. Amint látjuk ezen az ábrán, az agytörzs és a kisagy irányítása alá eső szerveinkben mindig sejtszaporítás történik konfliktus aktív szakaszban. Ezt a két idegi központot ős agynak nevezzük. A megoldásban pedig a felesleges sejtek le lesznek bontva, természetesen vannak segítőink, a gombák és a gombabaktériumok, amik segítenek ezt lebontani, és a lebontott sejtek nem a kukába mennek, hanem a nyirokrendszer fogja újra hasznosítani, nevezhetném ezt biológiai reciklingnek. Tehát az agytörzs és a kisagy, mint ősagy, mindig először sejt építést indít el a hozzátartozó szövetekben, majd a megoldásban jön ezek lebontása. Az agykéreg és az agyvelő együtt a nagy agyat képezik, ezek együttesen mindig sejtszintű sorvadással indítják a sejtekre ható programjaikat, mindig először számbeli csökkenés, sorvadás kezdődik a konfliktus aktív szakaszban, majd a sejtek visszaépítése történik meg a baktériumok és vírusok segítségével a megoldási szakaszban. Az agykéreg az, aki képes a működés változást is elindítani egy sejtcsoporton, gondoljunk csak a bénulásokra, a cukorbetegségekre és egyebekre. Ilyenkor a működés blokkolása, fékezése, gátlása történik meg konfliktus aktív szakaszban a túlélés érdekében, akár mennyire is hihetetlen, és a működés visszaállítása megtörténik, ha feloldottuk a DHS-t. És embriológiából tudjuk jól, hogy 3 csiralemezből alakul ki minden szervünk, minden szövetünk, ahogy azt itt a bal oldalán látjuk a fóliának. Ezeket belső, középső és külső csiralemezeknek nevezzük, sárga, narancs és piros színekkel jelölve Hammer doktor szerint, vagy magyarul belső csiralemez, ez az endoderma, középső csiralemez, az a mezoderma, a külső csiralemez, az ektoderma. Láthatjuk azokat az agyi központokat is, amelyek az innen származó sejteket irányítják, az agytörzs és a kisagy, az ősagy, az agykéreg és az agyvelő együtt pedig a nagy agy. A különböző programokat csak megemlítem, hogy tudjuk, hogy melyek azok a konfliktus típusok, amelyeket megélünk pontosan a túlélésünk érdekében. A túlélésünk biztosításához egyezünk meg, hogy szükségünk van levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra. Ezeknek a biztosítását az agytörzs végzi, tehát az ezzel kapcsolatos konfliktusaink, amikor nincs elég levegő, víz, táplálék, fény és hang, ez az agytörzsbe fog Hammeri gócot létrehozni, és a hozzátartozó sejtekben elindítja, amint már tudjuk, a sejtszintű szaporítást, mert meg kell kapjam ezeket a túlélést biztosító falatokat. Falat konfliktusoknak nevezte el Hammer doktor, ezeket a konfliktusokat egy közös elnevezéssel, nagyon találóan, mert nem csak kenyér falattal él az ember, hanem egyéb is szükséges ahhoz, hogy eleve ő túléljen.
A falatok megszerzéséhez tehát sejtszaporítást fogunk indítani, ha halálfélelmünk van, akkor a levegő falat megszerzéséhez, a tüdőszövet szaporítását, ha teljes elhagyatottságot, a létezésünk feltételeinek hiányából származó súlyos konfliktust élünk meg, akkor a vízfalat megtartásához, a sejtek szaporítását a vesegyűjtő csatornában indítjuk el, a táplálék falat megszerzéséhez, a tápcsatorna sejtjeinek a szaporítását indítjuk el, de itt a biológiánk mindent falatnak tekint, azt is, ami valójában nem táplálék, amire én csak úgy gondolok, hogy ez kell nekem. És hogy mi is kéne még, azt Stevanovics Zorán elénekelte már számunkra, és ezek az úgynevezett falatok mind a tápcsatornában képesek elindítani egy sejtszaporítást. A fény és hang falatok természetesen a szivárványhártyában, illetve a középfülben fognak hatni. A kisagy a vélt vagy valós támadások félelmeire indítják el a sejtszaporítást a hozzájuk tartozó szövetekben, vagyis az írha sejtjeiben, valamint a burkok, hashártya, mellhártya, szívburok sejtjeiben, és a túlzott aggódás, vagyis a gondozási konfliktus is a kisagyba fog becsapódni, ott látjuk középen, jobb oldalt a metszeten azt a két kékszínű csillagot, az a meldaganatnak a becsapódási helye, annak függvényében, hogy az aggódásom kivel kapcsolatos, anya-gyerek és partner oldalról beszélünk, a kisagytól fölfelé minden idegi központban. Az agytörzsben még nincs a jobb és bal kezességről szóló történet, ott még önmagunkról van szó. Szóval vélt vagy valós támadásokról, vagy a falat konfliktusokról természetesen külön webkonferencia nézhető meg, a meldaganatokról kettő külön. A nagy agyhoz az agykéreg és az alatta levő agyvelő tartozik, amit narancs színnel látunk és piros satíros vonalakkal. Nos, az agyvelőbe vagy fehér állományba az összes önleértékeléssel kapcsolatos érzésünk fog becsapódni. Az önleértékelés ugye önpusztítás, nem csak érzelmileg, hanem sejtszinten is. Tehát sorvadni fognak az ide tartozó sejtek, amelyek elsősorban mozgáshoz kötött sejtek, vagyis csontizület, haráncsikolt izom, ezeket ellátó erek, kötőszövet és zsírszövet, a szívizomzat is ide tartozik különben, meg a mellékveséknek a kérgi része, meg a veséknek a parenkímája. Ezek mind megtekinthetők az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusokról szóló előadásokban. És az agykéreg a szintén sejtszint sorvadást indít el, ha elválasztási vagy birtok konfliktusokat élünk meg. Természetesen ezekről is vannak webkonferencia anyagok. Nem mennék további részletekbe, mert hiszen akkor a témára kevesebb időnk fog jutni. A krónikus betegségeknek, kérem szépen, az okai mi magunk vagyunk. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz ezt elfogadni, de itt van az ábra, hogy hogyan tudjuk magunkat hosszú időre megbetegíteni. Az első dolog az, hogy fel sem oldom a konfliktust, és akkor a függő konfliktus aktivitás miatt mondjuk cukorbeteg leszek, vagy lebénulok és úgy maradok. Ha sejtszintű dologról van szó, akkor viszont hatalmas daganat, vagy hatalmas feké lesz a következménye, ez viszont, hát hogy is mondjam, előbb-utóbb kiderül. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy nem érzelmileg oldottam meg a konfliktusomat, csak az élet megoldotta számomra, vagy éppenséggel a konfliktusomat okozó személlyel megszakadt a kapcsolatom, de én még mindig tudok bosszankodni, vagy én még mindig tudok aggódni. Nem ő miatta, van más ember. Tehát az ugyanazt a programot újra meg újra el fogom indítani. Ez akkor fut ki végig, hogyha a konfliktusok ritkán érkeznek. Tehát van ideje a programnak kifutni. Ezért policiklikus lesz a lefolyás, amit a medicinában recidívának neveznek.
És teljesen igaza van az akadémikus orvosnak, mikor azt mondja, hogy ez recidiválhat, ez visszajöhet, kérem szépen, csak hogy annak a megoldása nem a tabletták szedése lenne, hanem a konfliktus tisztázása és annak az érzelmi szintű lezárása, szerintem. A függő gyógyulás viszont az a program, ami teljesen tönkretesz minket szöveti szinten, ugyanis átmegyünk a megoldásba, de elakad a gyógyulási folyamat az újra és újra jelentkező gyakori konfliktus sín miatt. És ez tönkreteszi azt a szövetet, amely érintett, természetesen, és pont a fordítottja fog történni annak, ami különben kéne történjen. Nem akarok ebbe belemenni, de az már érezhető, hogy az alapképlethez képest, amit a Hameri iránytű a második és harmadik természettörvényben mutatott nekünk, ahhoz képest még három külön történetet hozzá lehet írni, és ez három különböző diagnózis lesz, nagyon jó, ha csak három, ugye? És valójában mindig a DHS-t kellene feloldanunk ahhoz, hogy még a krónikus betegségek is meg tudjanak gyógyulni, mert kérem szépen, képesek vagyunk erre is. A negyedik természettörvényben Hammer doktor a segítőinkről ír, mégpedig úgy, mint még addig soha senki. Louis Pasteur és Antoine Béchamp vitatkoztak azon, hogy ki okozza a betegséget, a baktérium vagy nem a baktérium okozza. Még rengeteg más kutatónak volt más véleménye, mint Louis Pasteurnek erről a negyedik természettörvény és a Lyme-kórról szóló webkonferencia anyagban részleteket találunk. De itt Hammer doktor valami egészen más dolgot ír le, mégpedig azt a kapcsolatot, ami a bennünk élő mikroorganizmusok és a csiralemezből származó sejtjeink között vannak. Ugyanis a gombák és a gombabaktériumok mindig csak az agytörzs és kisagy programjaiban segítenek lebontani a felesleges sejteket. Ugyanígy a baktériumok és a vírusok csak az önleértékelés, valamint a birtok és elválasztási konfliktusok során segítenek visszaépíteni számunkra a hiányzó sejteket. Ennek a felfedezése és leírása valami döbbenetes, meg annak is a leírása, hogy a bennünk élő, eddig kórokozónak nevezett mikroorganizmusok nem betegség okozók, mi vagyunk a betegség okozói, és ők csak akkor fognak túlszaporodni, hogyha az előbb látott rajzokon, itt van ismét a krónikus betegségeknek a témája, itt van a függő gyógyulás. Ha a függő gyógyulásban, ugye, felszaporodnak a vírusok, akkor természetesen ezek folyamatosan jelen lesznek, mert nincs lezárva a program, és így kimutatható lesz egy folyamatosan bosszankodó embernél a hepatitis C vírus, vagy egy folyamatosan féltékenykedő nőnél a humán papilloma vírus. Ennyire egyszerű a történet. Tehát nekünk kellene lezárni békével a napjainkat, és akkor ezek az úgynevezett kórokozók, akik a mi segítőink, egyszerűen eltűnnének. Agyi parancsra jelennek meg, és agyi parancsra fognak eltűnni. Vagyis számukban kimutathatatlan mennyiségűvé fognak visszaállni. Ez egy nagyon, de nagyon fontos felismerés. Természetesen, ha túl nagy a konfliktus aktív szakasz, akkor a megnövekedett számuk a megoldás követő szakaszban teljesen természetes lesz. Baktériumokat találtak a daganatokban, ezt ugye egészen friss cikk jelzi számunkra, még nincs egy hónapos sem ez a cikk, ahogy megjelent, és már mutattam, ugye egy izraeli kutatóintézet, a Weizmann Tudományos Intézet kutatója vizsgálja a tumortípusokat, összesen 1000 tumortípust, és 4 különböző országból érkező tumortípust, hogy teljesen korrekt legyen a vizsgálat, és azt találja, hogy az összes rákfajtában jelen vannak a mikróbák. Kérem szépen, és ez 2020. május 29-én közlik. Ehhez képest Hammer doktor ezt már 86-ban tisztázta.
Szóval a paradigmaváltás az ne valahogy nem megy a tudományban, de úgy látszik, hogy apránként, lépésenként kénytelenek lesznek elismerni mindazt, amit Hammer doktor felfedezett. Persze kérdés, hogy mi lesz ennek a felfedezésnek a következménye. Új rákterápia? Igen, hát le kell cserélni a kemoterápiát, mert már nagyon kilóg a lóláb. Az emberek már felébredtek, hogy a kemó az méreg. Tehát ki kell találni valami mást. De ameddig nem a valós okokat kutatjuk és oldjuk meg, hanem a következményeket próbáljuk eltussolni, kiműteni, sugarazni, mérgezni, vagy bármit csinálni velük, addig kérem szépen nem lesz valódi megoldás. Az ötödik természettörvényt mindenki felfedezheti, ha reggel kinéz az ablakon, és belenéz a természetbe, mondjuk nem a szomszéd panelház ablakait figyeli, hanem a természetet természetesen, azt fogjuk látni, hogy minden, ami él, az élni akar, és minden napját a túlélés és a faj fenntartása határozza meg. Nyilvánvaló, hogy állatoknál a faj fenntartás időszakhoz kötött. Amit betegségnek nevezünk, az valójában az értelmes biológiai különprogramnak részét képező dolog, és biológiai értelme van. Nos, ezek a felfedezések már régóta rendelkezésre állnak. Hammer doktor téziseit legalább 30 fórumon felülvizsgálták, ebből a leghíresebb a 98-ban történt elismerés, ez a Nagyszombati Egyetemnek elismerő dokumentuma. Kérem, igazolták, hogy az öt természettörvény az úgy helyes, ahogy le van írva. És mégsem ennek alapján történik az orvosok oktatása, nem ennek alapján történik a gyógyítás. Hogy miért, arra mindenki megkapja a választ, ha elgondolkodik. Nos, eljutottunk a menopauza alatt jelentkező főbb tünetekhez, és említettem ugye, hogy a megoldási szakasz meleg tünetekkel jár. Tehát van melegségünk, mondjam úgy, hogy hőhullámunk, adott esetben magas lázunk, minden program megoldási szakaszában is. De mi van akkor, ha elakad a gyógyulás a megoldási szakaszban? Hát jönni fognak a hőhullámok. Ennyi az egész probléma. Le kellene zárni azt a programot, ami megoldásba került a hormonális változás következtében, de valahogy nincs tudatosan lezárva. Nos, erre fogok rávilágítani a következőkben, és aztán beszélünk még természetesen az alvászavarokról, súlynövekedésről és az egyéb történetekről. A megértéshez, a szívdobogások és egyéb kellemetlen tünetek megértéséhez a legmagasabb szinten kell keresgélni, mégpedig a szexuális konfliktusoknál. Itt látjuk a birtokzónás konfliktusok becsapódási helyét, a birtokzónát, ugye a fali lebeny, a jobb és baloldali, azaz a férfias és nőies birtokzónákban jelenlevő reléket, hámeri gócokat. Baloldalt a női birtokzónában középen látjuk a szexuális konfliktus megjelölésével a relét, ez a legnagyobb relé, és vele szembe túloldalt a birtokvesztés konfliktusának becsapódási helyét a férfias birtokzónában. Mindkét relébe történő becsapódás következtében, szervi szinten a szívkoszorú erek lesznek érintve, a baloldali női birtokzónák érintettsége esetén a szívkoszorú érvének, a férfias birtokzónába becsapódó relé következtében viszont a szívkoszorúér artériák belhártyája, vagyis endotél hártyája lesz érintett. Ezek sorvadnak, ugye birtokkonfliktusnál vagyunk, konfliktus aktív fázisban sorvadnak ezek a nyálkahártyák, ami fájdalommal jár, amit angina pectorisnak nevezünk. Megoldásban eltűnik a fájdalom, viszont az epileptoid krízisben igencsak kemény tünetek jönnek. Koszovér artériák érintettek, vagyis a férfias birtokzónába csapódott a konfliktus, akkor a szívfrekvenciának a csökkenése
tehát a pulzus számnak a csökkenése, a vérnyomásnak az esése, és adott esetben a szív megállása következik be, óriási mellkasi fájdalom következtében. A baloldali nőies birtokzónában levő szexuális konfliktus reléből kiinduló program a szívkoszorúér vénákra hat, és tüdőembólia lesz a végkifejlet. A mechanizmusról természetesen a szívről szóló webkonferencia anyagban és egyebekben is beszélek. Itt most szeretném kidomborítani azt a lényeges kérdést is, hogy a szexuális konfliktus az nem csak a szívkoszorú ér vénákat érinti, hanem a mély nyak nyálkahártyát is. Annak is itt van a reléje, amúgy meg az ondóhólyagnak is itt van a reléje, baloldalt a nőies birtokzónában. A mély nyak érintettsége is sejtszintű sorvadással fog kezdődni, ami ugye mélyszáj sebbet fog okozni a mély nyakon, és hogyha ez folyamatosan fennáll, akkor abból egy hatalmas kráter lesz, egy fekély gyakorlatilag, egy szövethiány, de ezt már mély nyak ráknak nevezik. Ugye a rák fogalmába a fekélyek, tehát a szövethiányok is beletartoznak az akadémikus orvoslás szerint, és a szövet töbletek, tehát a valódi sejtszaporulatok is ráknak lettek nevezve. Tehát minden rák, ami nem úgy néz ki, ahogy az anatómia könyvben taglalva van. A szexuális konfliktus becsapódásakor, tehát érintett a mély száj nyálkahártya, érintett a szívkoszorúér véna, ami konfliktus aktív szakaszban okoz mellkasi szorító fájdalmat, de nem annyira intenzív, nem annyira markáns, mint az angina pectoris, ami a szívkoszorúér artériának az érintettsége során jelentkezik. Nos, a megoldásban, amikor is a baloldali női birtokzónából történt konfliktus megoldásba kerül, és hölgyeim, ez kerül megoldásba a hormonális változáskor, ezért részletezem. Szóval ilyenkor beindul a úgynevezett tüdőembólia. A tüdőembólia azzal jár, hogy emelkedik a pulzus, emelkedik a vérnyomás, és az endotél sejtek leszakadásából létrejön az a trombus, az az érdugó, ami létre fogja hozni a tüdőembóliát, vagyis a tüdőereknek az eldugulását. Ugyanis a vénás rendszerből, a gyűjtőerekből, hova gyűlik a vér, begyűlik a jobb szívkamrába, innen eljut a tüdőbe, azért, hogy oxigénnel felteljen, és ez az oxigénnel dúsított vér fog a szív bal oldalába bekerülni. Csak hogy, amikor elindítjuk ezt a programot, és nincs leállítva idejében, akkor a tüdőembólia úgy keletkezik, hogy elindul egy ismert folyamat a szervezetünkben, amit disszeminált intravaszkuláris koagulációnak nevez a medicina, hogy lefordítsam, az erekben történő, szétszórtan előforduló, ereken belüli véralvadás indul el, csak hogy ez a folyamat igen erősen fennmarad, és ez biztosítja azt a szükséges vér lemezkét, illetve trombust, ami a tüdőembóliát létre fogja hozni. Most a tüdőembóliát ne úgy képzeljük el, ahogy azt a medicina taglalja számunkra, ahogy a leges-leges-leges legritkábban fordul elő, hogy esetleg a mély vénákból elindul egy leszakadt trombus, és az majd eldugaszol egy fő tüdőartériát. Itt egészen másról van szó, itt rengeteg kicsi trombus keletkezik, ami természetesen összetapad, vagy egy megfelelő dugó tud létrehozni, de nem jutunk el idáig, drága hölgyeim, a hormonális változáskor, és hogy ez miért nem történik így meg, hát azt mindjárt megértjük. Jelzem, volt olyan hölgy nálam, akinek az volt a félelme,
hogy a nagymamája is, meg az anyukája is tüdőemboliában meghalt, amikor a változó korhoz ért, és ő már előre félt attól, hogy ő ezt örökölte. Hát mondtam neki, hogy a szakácskönyvet meg a szegénységet lehet, hogy örökölte, de ezt nem örökölte. Viszont ha ugyanúgy nem oldotta fel a konfliktusát, mint ahogyan az nagyanyja és a édesanyja, akkor bizony ő is ugyanúgy fog járni. De természetesen van segítség. Nos, hogy miről is szól a történet, ugye jobbkezes, balkezes fiúkról és lányokról beszélünk, amikor is az első birtokzónás becsapódás megtörténik. A jobbkezes lánynak a birtokzónás becsapódás, első birtokzónás becsapódás következtében, főleg egy szexuális típusú, mondom, szexuális konfliktusról beszélek, az pontosan a női birtokzónába fog becsapódni. És ez lesz az, ami elindítja a konfliktus tömeget itt a baloldali női relében. Mi az, hogy szexuális konfliktus? Már gyerekkorban a kislányok megélnek olyat, hogy nemi szerv körüli matatás, vagy szexuális tartalmú médiaeszközök, ugye rajzfilm, videó, fénykép, stb. Csúnya beszéd, szexuális témájú káromkodások a gyerek előtt nyilván konfliktusként hatnak, mert utána érdeklődik, hogy mi is az a bizonyos nemi szerv, amiről beszélnek. Elég, ha rányitja az ajtót a gyerek a szülőkre, amikor ők éppen szeretkeznek, vagy mivel nem kap megfelelő információt a szülőktől a szexualitásról, ezért hát az interneten mindenféle pornográf dolgot fog találni, és aztán jön a tinédzser korban az, hogy ciki még ha szűz az illető, hogy meri vagy nem meri, hogy partiban vagy magányosan, és módosult tudatállapotban vagy nem vágyott közösülések jönnek létre, ugye, és ezek a problémák, amik a nemi szervre, a nemiségre vonatkoznak, ezek a konfliktusok, amelyekkel akár zsarolni tudnak egy videófelvétellel egy hölgyet, ezek már szexuális konfliktust jelentenek. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy a fiatal lánynak egy nőgyógyászati vagy urológiai vizsgálat is szexuális matatást jelent, és természetesen minden trauma, ami a nemi szervre vonatkozik, az is ide tartozik. Tehát, hogy legyünk tisztában vele, kedves hölgyeim, hogy nem csak maga a szexuális aktus, a nem kívánt szexuális aktus az egyetlen szexuális konfliktus. Tehát a jobbkezes lánynak a bal oldalra látjuk a női jelet, középre fog becsapódni ez az első ilyen jellegű konfliktusa, ami megakadályozza a menstruációjának a megjelenését pontos időben, tehát 11, max. 12 éves korban. Ebből adódik, hogy a női birtokzónája lezárt, tehát fiúsan fog viselkedni, és a fiúkkal játszik inkább, és nem is mániás, nem is depressziós, de fiús a viselkedése. A balkezes kislányoknál, akiknek 10-11 éves korban kéne megjöjjön a menstruációjuk, az első konfliktusuk becsapódik jobb oldalra, a férfias birtokzónába, ezt nevezte Hammer doktor Lógrásnak. Ebből adódóan már kialakul nála az endogén depresszió, ő már magába forduló, zárkózott kislány lesz, és hamarabb megjön a menstruációja. Igen, tudunk 7-8-9 éves gyerekekről, akiknek megjött a menstruációja, sőt, teherbe is estek. Érzelmileg teljesen frigid lesz egy ilyen kislány, de a menstruációja hamarabb megjön. Mi van akkor, ha egy balkezes kislánynak 14 éves korában jön meg a menstruációja? Hoppá! Ez azt jelenti, hogy az első két konfliktusát megélte már 11 éves kora előtt, az első még ugye túl fiatal volt 3 évesen, hogy menstruáljon, a másodikat megélte, teszem azt, 8-9 éves korában, és a harmadikat élte meg 14 éves korában, és ez hozta meg balkezes kislánynak 14 évesen a menstruációját. A jobbkezes fiúkról és balkezes fiúkról is szólnék, mert tudnunk kell, hogy a jobbkezes fiúnak szintén
hogy a jobbkezes kislánynak a nemiségéhez kötött oldalra, tehát a férfias birtokzónába csapódik be a első szexuális jellegű konfliktusa, lekerekített vállai lesznek, és lányosan fog viselkedni, vagyis hát nem a fiúkkal, hanem a lányokkal játszik, mert ő érzelmileg férfias oldalon le van zárva. Viszont a balkezes fiúknál, mivel az ellenoldalra csapódik be ez a becsapódás, még mániásabb lesz, mint amilyen volt. Ez lesz a macho homoszexuálisnak nevezett viselkedés, amit szakmailag ADHD-nak diagnosztizálnak. Ezek a gyerekek igencsak indulatosak és pörgősek, de természetesen, hogy van megoldás. Az első birtokzónás konfliktus becsapódásáról beszélek, nem történt meg még a megoldás, és nem történt meg a második birtokzónás konfliktus becsapódása. Tehát, amíg ez nem történik meg, nincs se megoldás, se második konfliktus, addig a konfliktus tömeg növekedik. És ugye kérdés, hogy meddig? A második birtokzónás konfliktus becsapódásakor mindenképpen leáll az elsőnek a konfliktus tömege, és innentől ez lesz a meghatározó. De mikor megtörténik a második birtokzónás konfliktus becsapódás, fellép a mérlegszabály, vagyis elkezd billegni a hangulat a mérlegnek megfelelően. Ugyanis a második konfliktus nyilván csak az ellenoldalra csapódhat be, a szabad oldalra, akár jobbkezesről, akár balkezesről beszélünk. Amikor a jobboldali, vagyis a férfias birtokzónásba becsapódott konfliktus kerül sínre, és az lezár, akkor depresszív lesz az illetőnek a viselkedése, akár fiú, akár lány, akár jobbkezes, akár balkezes. Ha a nőies birtokzónába becsapódott konfliktus kerül sínre, akkor természetesen mániás lesz a viselkedése, mert lezár a nőies viselkedés, és megnyilvánul a mániás viselkedés, tehát a hangulatváltozások innentől már billegnek. De vannak egyéb történetek is, ugye leáll az érzelmi fejlődés, ami egy nagyon lényeges kérdés, kialakul a baba arc, most már a második konfliktus becsapódása után, a fiúknál, a balkezes fiúknál is kialakul a lekerekített váll, illetve a hölgyeknél is kialakul a férfias váll. Ha megoldásról beszélünk, mindig az utolsó konfliktus oldható meg. Természetesen itt nem állnak le a konfliktusok, van harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. Nem megyek a továbbiakba bele, mert miről van szó? A hormonális változásról beszélünk, a klimaxról, és a klimaxban mind megfordul a konfliktusok megoldási sorrendje. Na, itt van, hölgyeim, a kutya elásva, vagyis első helyre kerül az első gyerekkori konfliktusunk, amire már nem is emlékszünk, és pont ezért nem tudjuk feloldani. De van egy nagyon jó hírem, ami a tüdőembóliát illeti. A konfliktus tömeg a második becsapódáskor tehát leáll. És ha csinálunk egy kis matematikát, akkor mindjárt megértjük, hogy miért jelennek meg a mini tüdőemboliácskák. Ugye, ha 9 hónap lesz a konfliktus tömeg, amit meg kell oldani, akkor az halálbiztos tüdőemboliát jelent. Akinek vannak szívketyegései, hőhullámai és egyéb-egyéb, az nyugodt lehet, hogy a tüdőemboliája már a megoldható konfliktus tömegbe került. Miért történik ez meg? Azért, mert 10 évente feleződik a konfliktus tömeg. És hogyha valakinek mondjuk 14 éves korában volt egy 6 éves konfliktus tömege. Mert ugye 8 éves korában volt az első szexuális jellegű konfliktusa, legyen ez egy jobbkezes hölgy, nyilván lezárt a nőies birtokzóna,
14 éves korában első szerelem érte a második, hatalmas szexuális csalódás, és ez meghozta a menstruációját 14 éves korában, 8-tól 14-ig, 6 év a konfliktus tömeg. 24 éves korában a 6 év már 3 év. 34 éves korában a 3 év már 18 hónap. 44 éves korában a 18 hónap már csak 9 hónap. Hoppá! 54 éves korában a 9 hónap 4 és fél hónap. Tehát ennek a 4 és fél hónap konfliktus tömegnek élvezhetjük idézőjelben a szervi megnyilvánulásait. Ha örömmel tudnánk ezt fogadni, drága hölgyeim, és lezárnánk a valós konfliktust, akkor nem is volna probléma. Hiszen megváltozott hormonális állapotban sok minden megváltozik. Megváltozik a következő, tehát a hormonális állapot beállta után következő konfliktusoknak a becsapódási helye. Ami már ott van, az ott van. De a következő konfliktusok másik oldalra fognak becsapódni egy DHS esetén, mivel a hormonális változással ugye megváltozik az érzelemvilág, a gondolkodás, férfias tartalmat kapnak a konfliktusok és a megélések. A szervi vonatkozás is így megváltozik, és természetesen a tünetegyüttes is. És mint mondtam, a konfliktusok megoldási sorrendje is megváltozik. Hogy világos legyen, például, ha birtokról beszélünk, legyen a szó arról, hogy valakinek a férje lelép. Ha lelép a férjem, és még nem vagyok a változókorban, tehát még hormonálisan aktív nőként élem én ezt meg, akkor mi lesz a konfliktusnak a tartalma? Akkor a konfliktusnak azon túl, hogy elvesztettem a férjem, ami veszteségkonfliktus, ne feledjük, hölgyeim, szexuális tartalma is lesz, főleg, hogyha ugye a válásnál mindenféle szexuális történetek felszínre kerülnek. Ha a hormonális változás után kerül sor a szakításra, akkor már birtokként tekint a férjére, lelépett a férjem azzal a szajhával, és akkor viszont a konfliktus birtok vesztésként fogja megélni a jobbkezes nő, épp úgy, mint egy jobbkezes férfi, és ezért fog ez a konfliktusa nem a nőies, hanem a férfias birtokzónába becsapódni, az, ami itt lila színnel van jelölve. Tehát ezt értsük meg, hogy megváltozik a konfliktusokhoz való, mondjam úgy, hogy hozzáállásunk. Vagy legyen szó egyszerű történetről, a kukáról. Ott van az én kukám kint a járdán, kiviszem, és azt látom, hogy a szomszéd beleteszi a szemetét a kukámba. Ameddig én gyerekeket nevelő anyuka vagyok, én ebből nem csinálok problémát. Belefér, elviszik, nem probléma. De amikor már nagymama korban vagyok, akkor igenis verem a támtám dobot, hogy az az én kukám, és abban ne tegye bele senki se a szemetét. Tehát ez jelenti azt, hogy a hormonális változásra a balkezes nő balkezes férfiként fog viselkedni, a jobbkezes nő pedig jobbkezes férfiként fog viselkedni. Visszatérve az előbb elmondott példára, ugye azt mondtam, hogy 44 éves korban 9 hónap a konfliktus tömeg. Vagyis ha valakit 42 évesen úgymond kipakolnak, és nem kap hormonális segítséget, pótlást, akkor biza 6 hét múlva tüdőemboliában az illető frekvenciát vált. Ha valakinek voltak ilyen nőgyógyászati nagyműtétei, nem kapott hormont, tehát ösztrogénpótlást, és még mindig él, annak az a jelentősége, hogy akkor neki nem is volt ilyen konfliktusa, amivel foglalkoznia kellett volna, illetve nem volt olyan konfliktus tömege, amibe úgymond belehalhatott volna. Tehát ezért nagyon lényeges dolog tisztázni ezeket a dolgokat, és természetesen, ha valaki igen gyönyörű babaarccal jelentkezik, akár férfiként, akár nőként, az egy kicsit elgondolkodtató. De az érzelmi fejlődésben való visszamaradás a viselkedésből mindenképpen
hát hogy is mondjam, kitűnik. Lehetne valakinek 3 diplomája is, ha a viselkedése még mindig megrekedt mondjuk egy 9-10 éves kislány szintjénél. A jó hír a biológiában viszont az, hogyha 25 éves kor előtt hajlandó egy hölgy bevállalni gyereket, akkor már is 3 évet jóvá ír számára a biológia. És mondjuk nem mindegy, hogy 14-15 vagy 17-18 éves fejjel nevelünk egy gyereket. Az elmondottakból remélem, hogy mindenki számára világos tehát, hogy ezek a szívdobogások, ezek a kiugró vérnyomások, ezek mondjam azt, hogy a levezető tünetei egy megoldásban levő tüdő embóliának. Legyünk szívesek tisztázni azt a konfliktust, amit gyerekkorunkban megéltünk, és már megváltozott gondolkodással. Minden hölgy hát mosolyogni fog rajta, és ha mégse tudna mosolyogni rajta, mert még mindig ott van, hogy de engem, mit tudom én, 8 évesen a nagypapám vagy a nagybátyám megsimogatott, stb. Stb. És mi ezt még mindig nem tudta neki megbocsátani, akkor a tünetei is sem fognak elmúlni. De ha meg tudna nyugodni attól a ténytől, hogy soha többet nem fognak oda nyúlni, soha többet az nem fog velem előfordulni, ami akkor 8 évesen velem előfordult. Ha ebben a kellemes érzésben és megnyugvásban tudnunk, drága hölgyeim, lefeküdni ma, akkor innentől elindulna a hőhullámoknak a leállása. Tessenek elgondolkodni, hogy megéri, vagy nem éri meg. Az alvászavarokat természetesen mi okozza? Hát a bennünk levő feszültségek és az összes többi fel nem oldott konfliktusunknak a konfliktus aktív szakasza. Mert hát azért a hormonális változás során, egyezünk meg, drága hölgyeim, nem a hőhullám az egyetlen problémánk. Adódnak azért ott még problémák a megváltozott családi szerepben, a megjelent menyünkkel, vagy éppenséggel a szomszédunkkal, vagy a megszűnő munkahelyel, és egyéb nem az akaratunk szerint működő gyerekkel kapcsolatban, és hát ezek a konfliktusok aktív szakaszban igenis alvászavart fognak fenntartani, de tudjuk jól, hogy a My Studenten méhen hallgatása az egy csodálatos megoldás arra, hogy a konfliktus aktív szakaszokat a kérgi programoknál letranszformálja, a fehér állomány kisagy és agytörzs szintjén leblokkolja, vagy ha elakadt gyógyulásról van szó, mint amilyen ugye itt a mini tüdő embóliácska, akkor segít ez a dallam kivezetni az elakadt megoldási fázist is a biológiánkból. Csak hogy a konfliktus tisztázása, megoldása még mindig a mi történetünk lenne. A férfias, harcias magatartás az ugye velejárója a hormonális változásnak. De amikor én ezt nem tudom, hát hogy is mondja, megnyilvánítani, tehát amikor képtelen vagyok széttépni ezt a szemét alakot, és ennek a mondatnak a margójára még rengeteg más dolgot tudunk ugyanígy megélni, de a széttépni, biológiailag beleharapni programnak a véghez nem vitele, az pontosan a fogak romlásához fog vezetni. Tessék megnézni, a kisgyerekeknél is ugyanez a probléma, amikor a kisebbik kölyök képtelen a nagyobba úgymond beleharapni, nem tud ráhatni, mert ő ki van szolgáltatva, mert ő a kisebb, de ott van benne, hogy azért tenném, de nem tudom, és romlik a foga. Aztán a vizelettartási zavar is a megváltozott, hát életkörülményekkel van kapcsolatban, semmi mással. Mert ha képtelen vagyok a területem kijelölni, mert mindenki beleszól a dolgomba, akkor sorvadni fog a hólyag záró izomzata, és elcseppen a vizelet, csak hogy ez megint nem a hormonális változás következménye. Ezt szerintem a hallgatók között nagyon sokan megtapasztalták már,
hormonális változás nélkül is, hogy köhögnek egyet, vagy nevetnek egyet, vagy emelnek egyet, és hopp, becsöppent egy kis vizelet a bugyiba. Ez már hatalmas felkiáltójel arra, hogy legyünk szívesek a terület kijelölési konfliktusainkat tisztázni, és egyszer és mindenkorra lezárni, mert ha ez megtörténik, akkor ez az izomzat hát erősebb lesz, mint volt. Jó hír ez. Aztán a megváltozott énkép, mert ugye benézek a tükörbe, és te jó Isten, hogy nézek ki? És amilyen elképesztő jelzőket tudnak a hölgyek önmagukra, na meg egymásra is, finoman, tüskékkel, megtüzdelve mondani, hát az egyszerűen elképesztő. Amikor a, hát hogy mondjam, a ragyás vénasszony idézőjelben mondtam csak idézetként, az a legfinomabb kifejezések közé tartozna szerintem, mert ennél sokkal durvább megjegyzéseket is tudnak a hölgyek önmagukra tenni, mert már nem az vagyok, aki voltam. Mit jelent ez? Azonosultam a biológiai testemmel és annak kinézetével. És ez okozza a problémát. Na most kérdés, hogy mekkora probléma ez? Mert önleértékelés, önpusztítás és a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti. Nem, de bár. A legenyhébb pedig a zsírszövetet fogja bontani, építeni, bontani, építeni. Nos, a csontritkolásnak semmi köze nincs a hormonális változáshoz, csupán a megváltozott énkép miatt is súlyos önleértékelés okozza a csontok elmésztelenedését a szervezetünkben. Jó lenne kibékülni ezzel a megváltozott, hát mondjam azt, hogy biológiai és családi szereppel. Azok a hölgyek, akik örülnek annak, hogy végre nem kell a naptárt néznem, nem kell félnem attól, hogy várandós leszek, vagyis terhes leszek, és élik az életüket boldogan. Na kérem szépen, azoknak semmilyen problémát nem okoz a hormonális változás sem. Ezek a hölgyek tudnak örülni annak, ami van. Tudnak örülni a szexualitásnak, náluk nincsen szexualitásból eredendő probléma. Ők nem elzárkóznak, hanem igenis élvezik, hogy veszély nélkül, félelem nélkül élhetik a szexuális életüket. De ha én elzárkózom, mert teljesítettem a kötelességem, és menj máshoz, akihez akarsz. Honnan is ered egy ilyen megnyilvánulás? Mert sajnos ezt idézőjelbe is tudnám tenni, mert volt, aki így nyilatkozott a hormonális változás után. Ez arról szól, hogy egész életében nem élvezte a szexualitást a hölgy, mert a feloldatlan szexuális konfliktus miatt nem jutott el az orgazmusig. Lehet, hogy kéne egy előadást tartsak az orgazmusról, meg a szülésről is, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk. Mert ha nem jut el valaki, ha valakinek a szexualitás nem okoz örömöt, akkor természetesen lehúzza a rollót, amint lehet. Ha hüvelyszárasságot tapasztal valaki, az mitől van? Hát igen, elválasztási konfliktus, mert nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni attól a bizonyos férfi nemi szervtől, mert egyezünk meg, hölgyeim, hogy a hüvelybe az való, és nem egyéb ingerkeltő eszközök. Szóval a hüvelyszárasság ezt jelenti, hogy konfliktus aktív szakaszban van az elválasztási konfliktusom a hüvelyre vonatkozóan. Ugye milyen szépen megfogalmaztam? Akkor talán meg kéne oldani ezt a konfliktus aktív szakaszt, és nyilvánvaló, hogy a hüvely égését fogja okozni a megoldási szakasz, de ez nem azt jelenti, hogy valamit elkaptam, hanem azt jelenti, hogy végre megoldódott a konfliktusom. És hogyha ebből nem csinálnánk konfliktust, hanem örömet tudnánk ebből csinálni, akkor nem volna se hüvely szárazság, se hüvely égés. Nos, amikor önmagát leírja egy hölgy, mint nő, mert én már nő, nem érek semmit az ágyban. A legsúlyosabban élem ezt meg, ugye mindig mondom, az önleértékelés témája meghatározza, hogy hol hat, az önleértékelés erőssége meghatározza, hogy milyen szöveteket érintünk.
nyilván az önleértékelésnek a súlyossága, a legsúlyosabb önleértékelés az a csontokra hat. És természetes, hogy lesz csontritkulás, avagy, ne adj Isten, kinevezik daganatnak, vagy áttétnek azt, ami a keresztcsonton, a medencecsonton, vagy éppen a szeméremcsonton megjelenik. Enyhébb fogban a kötőszöveteket, vagyis a mély függesztő szalagokat érinti ez az önleértékelés, és mi lesz a következmény? Természetes a mély előesés. Megjelenik a vulvában, a szemérem testben a mély nyak. Hát igen, van rekonstrukciós műtét, vissza tudják varni, stb. De mi lenne, ha ezt a programot el se indítanánk? Vagy ha már úgy érezzük, hogy ez elindult, mi lenne, hogyha ezt megoldanánk? És nem csak a női szerepemmel tudnám magamat azonosítani, hanem rájönnék, hogy itt a Földön valami más szerepeket is be kellene töltenem. A megoldáshoz tehát összefoglalva, hát örülni kéne annak, ami van. És nem sóvárogni azért, ami már nincs, mert az már nincs. Tehát az az ember, aki a pillanatban mindig megtalálja az örömöt, az egyszerűen nem fog megbetegedni, főleg, ha a közben jött konfliktusait is lezárja minden nap békével. Ha tudnunk örülni annak, hogy a hőhullám azt jelzi, hogy a 9 hónap alatt voltam, amikor megtörtént a hormonális változás, és te jó Isten élek, akkor talán az elmondottak alapján a konfliktusok tisztázásával, vagy mondjam azt, hogy az annak tudatosításával, hogy soha többet az velem nem fog előfordulni a mi gyerekkoromban, szóval akkor ezek a dolgok is lezárodnának. Amint említettem, a más studenten méghen segít a program lezárásában, alvászavar megoldásában. Az, hogy megváltozik egy hölgynek a hozzáállása az életéhez, vagy családjához, ez nem azt jelenti, hogy mi már nem az vagyok, aki voltam. Hát tessenek megnézni egy 3 generációs családban, kinél van a karmesteri pálca. Elárulom, a nagymamánál. Ő az, aki leosztja a feladatokat. És ő viselkedik férfiasan. Miért? Mert a férfi ember, mikor eljut az andropauzába, akkor ő meg hát visszahúzódó lesz. Nem lesz belőle nő, nem kell megijedni, de visszahúzódó lesz. Nem ő hozza meg a végleges döntéseket. Nem is akar beleszólni a nagymama dolgába. Átadja neki a pálcát, és szerintem ez biológiailag tökéletesen megvan oldva. Egy férfi ember küzdött épp eleget, míg eléri az andropauzát, és azért ez nem az 56. év, hölgyeim, hanem bőven a 80. év fölött van. Tehát ha a párunknak vannak még szexuális igényei, azon ne tessenek csodálkozni. Szóval ezt meg lehet beszélni, hogy mi az, hogy szex, és mi az, hogy egységélmény. A kettő közt hatalmas különbség van. De a kettő nem zárja ki egymást. Lehet a kettőt együtt is megtapasztalni. Szóval a lényeges az lenne, hogy megértsük ezt a változást, ami a hormonális változásnak a következménye. Nyilván hormonális változás nagyon sok helyzetben előjöhet. Nem csupán a biológiai hormonális változás jelent problémát, hanem a hormonális változás azt jelenti, hogy például megtörténik valakinek a műtéte idő előtt. Mindkét herének az eltávolítása, vagy mindkét petefészek eltávolítása, akkor normális, hogy hormonális változást épett föl. De hormonális változást okoz a vesztesség konfliktus férfiaknál, nőknél egyaránt, mert ez a petefészek, illetve a heréknek a sorvadását, vagyis hormontermelés csökkenését fogja okozni. De kapaszkodjunk meg, a kemoterápia is ide tartozik, és ennek hatására se hormon nem lesz, se ivarsejt nem lesz. És hölgyeim, a fogamzásgátló tabletták is ide tartoznak, és akkor ne csodálkozzunk, ha valaki fogamzásgátló tablettát szed, hogy hát másképpen érzi magát, mint anélkül. A megoldásba tehát ezeket a dolgokat
jó lenne tudatosítani, és leginkább örülni annak, ami van, és innentől kezdve lezáródnának azok a kellemetlenségek, és nem csak a hőhullámok, hanem az összes többi programunk is képes lenne lezáródni, amelyek hát per pillanat még futnak. Más tudenten méghen békével a napjainkat lezárjuk, sőt, hálát adunk mindenért, ami történt, mert nem szivatás, hanem tanítás volt minden. A germán gyógytudomány alap a megértéshez is, a megoldáshoz is, meg a megelőzéshez is. Nyilvánvaló, hogy a germán gyógytudomány ismerete még abban segít minket, hogy meglegyen a biológiai tudatosságunk, hogy tudjuk, hogy az, ami bennünk történik, az miért történik. De a konfliktust nekünk kellene feloldani. Mert a betegségek nem attól függnek, amitől az akadémikus orvoslás állítja. Vannak külső tényezők által elindított megbetegedések, csak ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A mérgezések, a sugárzások, a műtétek következményei, a hiányos táplálkozás, a balesetek, ezek nem tartoznak ide. Viszont ha halmozzuk a konfliktusainkat, ugye megváltozik a személyiségünk, a viselkedésünk, a hangulatunk, amit azt már a bemutatóból is láthattuk. Vagyis, ha feloldjuk a konfliktusainkat, akkor valójában a következmények is eltűnnek. Nem a következmények eltüntetésével kéne foglalkozni szervi szinten, hanem a dolgok valós megoldásában. És mint mondtam, a germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható. A reprodukálhatóságról is van orvosi szaklapban megjelent cikk a weblapon, elérhető. Összehasonlítható, előrejelezhető. Mondjam azt, hogy kiszámítható. Az, hogy mi fog bennünk történni. És pontosan azért, mivel kiszámítható, előre tudunk tenni olyan dolgokat, amik szükségesek. Például, hölgyeink, volt egy műtét, igen, akkor hormonálisan még fiatalon kell tartani egy hölgyet, mert még benne van abban a konfliktus tömegben, aminek a megoldása tüdőembóliát okozna. Akkor addig kell fenntartani az ösztrogén pótlást. Akár volt műtéte, akár nem volt műtéte, ezt mindenkinél egyénileg kell kiszámítani, milyen konfliktusai voltak, mekkora a konfliktus tömeg, hol tartunk most per pillanat, és akkor lehet erre konkrét válaszokat adni. Tehát nem statisztikát kell csinálni, vagy állatkísérletet, hanem érzelmileg megoldani a DHS-t, kivéve, ha még nem oldható meg. Mert vannak olyan konfliktusok, amelyek, mint most kiderült, még nem oldhatók meg, ha a konfliktus tömeg 9 hónap fölött van. Én megköszönöm a figyelmet, és nagyon remélem, hogy sikerült segítséget nyújtanom ahhoz, hogy megértsük jobban, hogy mi az, ami a hormonális változás során bekövetkezik. Természetesen biztos vagyok benne, hogy vannak olyan dolgok, amik nem kerültek szóba, de hát azért következik most akkor a fórum, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseket írjuk be, és természetesen egyéb kérdésekre is válaszolok.